Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a televízió képernyője előtt. Híreink következnek. A Zöld Völgy Naprofit Kft. Megbízásából Bőcskösség önkormányzata értesíti a tisztelt bőcsi lakosságot, hogy május 16-tól a házhoz menő szelektív gyűjtés során a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek ürítése a következők szerint alakul. A páratlan hetek keddi napjain történik a szelektív kék-sárga színű kukák elszállítása. Kérjük a szelektív kukákat ezeken a napokon a kora reggeli órákban kihelyezni. A következő szelektív ürítés június 7-e, kedd. Idén is megrendezésre kerül a faluházban az egyhetes színjátszó tábor. Június 27-től július 1-ig várjuk a színjátszáshoz kedvet érző 9 és 16 év közötti gyerekeket. A hét folyamán a dráma foglalkozásokon kívül sok-sok vidám játék is vár a gyerekekre. A tábor vezetői Szuhánszki Mónika és Felföldi Péter. Az egyhetes tábor térítési díja egy fő számára 3000 forint. Jelentkezés és befizetés a faluházban nyitvatartási időben. A bőcsi IKST részt vett egy játékban, melynek során a legzöldebb IKST címet lehetett elnyerni. A feladatok között szerepelt a helyi értékek felmérése is. Ennek során egy tájsétára invitáltuk az iskolásokat és a helyi civil szervezeteket. A séta során a jelenkori, helyi értékeket tártuk fel. Viszont az idősebb lakosok segítségével a régi értékeket és hagyományokat is szeretnénk felmérni. Ha segítségünkre tud lenni ebben a munkában régi fotókkal, történetekkel, azt előre is köszönjük. A fotókat beszkennelés után a könyvtárban albumba rendezve őriznénk. A régi történeteket pedig lejegyeznénk, és szintén kinyomtatva a könyvtárban kapnának helyet. Itt mindenki számára hozzáférhető és megtekinthető. A mai adásban a játszótéri sorverseny és a fáklyás felvonulásból készült összeállítást tekinthetik meg kedves nézőink. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorhoz jó szórakozást kívánok, viszontlátásra! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek, szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat ezen a jubileumi, nem tudom, hanyadik játszótéri sorverseny. Mindenki várja már ezt a versenyt? Igen! Van, aki először van most, először jelentkezett a versenyre. Mi új, tovább színesedünk, nagyon jó versenyzőkkel. Gyerekek, egy a lényeg, hogy próbáltok meg persze függének lenni, gyorsan lenni, de nagyon-nagyon fontos, hogy vigyázzunk egymásra, hogy baleset nélkül tudjuk le ezt a mai versenyt, eddig nem volt még baleset, viszont benne, hogy most se lesz. Jó? Na, itt egy gyorsítással kezdünk. Hol?
Thank you.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Úgy látom, itt vannak a gyerekek, akikkel délután találkoztunk. Remélem már nagyon izgultok. Mindjárt kiderül, hogy ki hanyadik lett a játszótéri sorversenyen. Hogyha egy picit csendet kaphatunk, akkor át is adnám a szót itt a mellettem álló fiatalembernek. Nem fiatal ember. No, mindenki nagyon ügyes volt ezen a versenyen, és mindenki kap legalább egy emléklapot erről a eseményről, hogy részt vett rajta. Kezdjük az első korcsoportnál, illetve mielőtt elkezdeném a holnapi programra, szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Holnap a kalandparkban, illetve az iskola területén egy családi vetélkedő, mi mocsának hívjuk, negyedik évre, hogy megrendezzük ezt az eseményt. Minden családot szívesen látunk ezen a versenyen. Ez egy majdnem egész napos program, 9 órási kezdéssel, egy családi vetélkedőből áll, utána a gyerekeknek csinálunk egy aszfaltrajzversenyt, amire szintén csapatokat kell alkotniuk, és utána pedig egy mini olimpiát. Rengeteg nyeremény van, illetve a belépőjegy tartalmazza az ellátást is a rendezvényen. No, akkor visszakanyarodnék a játszótéri sportverseny. Első korcsoportban egy nagyon ügyes kis lányunk volt, úgy hívják, és ő egyben első is lett, hogy Szabó Szonya. Gyere, Szonya! Azt szeretném anyukát is kérnénk, jó, hogy aláírja az átvételért. Jó, a egyes korcsoportban a fiú kategória, két nagyon ügyes fiú volt, a második helyezett Új Levente. Az első helyezett pedig Magyarósi Áron. Második korcsoport, kislányok, nagyon minimális különbségek voltak. Harmadik helyezett Farkas Hédi. A szülésén. Jó, még egyszer minden gyerekhez őmáj szülő, és akkor ott Nóráiknál írja le. Második helyezett Kuknyák Zsófi. Első helyezett Hegymegi Lili. Második korcsoport fiú, harmadik helyezett Fodor Tamás. Tamásnak eltesszük az ajándékát, hogy eljutott. Második helyezett Gonta István. És van itt egy első hely is, aki nem más, Nánási Alex. Harmadik korcsoport fiú, harmadik helyezett Kovács Marcell. Csak
csak érdemes volt sietni, Zsolt. Második. Magyarorsi Martin. Első helyezett pedig Hegymegi Dániel. Harmadik korcsoport, harmadik helyezett Nagy Claudia. Harmadik korcsoport. Lányok, második helyezett Simon Bori. És az első helyezett pedig Junko Szilvia Kamilla. Negyedik korcsoport, kislányok. Harmadik helyezett, Tirpák Bettina. Második helyezett, és gratulálunk a testvéreknek. Jöhet a testvéred is, Tirpák Brigitta. Első helyezett. Nincs is első helyezett. Ja, de van. Hideg Janka. Fiú. Harmadik helyezett Nánási Marcell. Második helyezett Faragó Bence. És az utolsó, aki nincs itt, mert Diós György meccsen van, Simon Benedek. Gyere, Bori Betel. Aki nem kapott díjat, az pedig majd emléklapért legyen szíves itt jelentkezni. Egy névre szóló emléklapot mindenki kap hozzá, illetve egy kis ajándékot. Gyertek sorba. Na, felolvasom. Jó. Hajdá, Leila, Kira. 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 Broda Má. Lippai Flóra. Remlini. Kics Kamilla. Lippai Emma. Kuknyák Petra. Nánási Petra, Csirmaz Viktória, Mészáros Máté, Bodó Barnabás, Tóth Balázs, gyere Balázs, Balázs Botond, Galambos Bianca, Bonta Noémi,
Ránási Nikolett, és Tóth Enikő. Gratulálok minden résztvevőnek, nagyon ügyesek voltatok, nagyon minimális különbségek voltak köztetek. Legközelebb jövőre kitartás, mert ti lesztek a jobbak. Az est további programra járó pedig Nóra fog nektek beszámolni. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek az eredményhirdetésen. Rövidesen érkeznek a fáklyák. Azt szeretném kérni, hogy sorakozzunk már majd be. Jó, a tavalyi évhez hasonlóan a fáklyákat Robi és Laci fogják kiosztani, ők fogják meggyújtani, és utána lehet beállni a sorba. Vezessen az út a Hernád partjára, ahol a társaság műsorunkat várja. Thank you.
Kik latin táncaikkal fényeket gyújtanak. What the people really want? They need a new sound, a new dimension, the Latin flavor.
kitett sári lányom, elvenjétek kitett rá, úgyted rá. Piros lett a lepény alja, édes lett a sári csokja, itted rá, úgyted rá. Édes rózsám szívem, kedvese hallott hív az élet. Csengő gombhoz szól a vízene, hadd táncoljak féle. Jöjj, jó, jöjj, ne édes várom, nótán kapjam a messze szájon, hogy szép így az élet. Az énekesek produkciója, most pedig szoknyák pörgése és csizmák dobogása következik az iskolások fergeteges néptánca. Thank you.
Péternek, György Istvánnénak, Csonka Lászlónak a felkészítés. Megkérem a jelenlévőket, hogy itt a placon, a füves placon később megrendezésre kerül egy táncház, amelyet köszönet Farkas Attilának. További jó szórakozást kívánok az est folyamán minden itt lévőnek. Viszontlátásra!